Az ELTE Szavária Egyetemi Központ vizuális művészeti tanszéke csütörtökön nyitotta meg diploma kiállítását a Schrammel gyűjteményben. Az autonóm klasszikusoktól a design koncepciókon át az alkalmazott művészeti munkákig széles skálán mozognak a bemutatott darabok. A nappali és levelező tagozatos hallgatók is számot adnak képalkotás szakon szerzett tudásukról a tárlaton. Az idei kiállítás különlegessége, hogy két részletben látható a múzeumi negyed emblematikus helyszínein, az Irokész galériában és a Schrammel gyűjtemény időszaki bemutató terében.